Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm testvéreinket az új év első felvételről közvetített Isten tiszteletén, az új év első napján. Új esztendőbe léphettünk, új igét kaptunk az előttünk álló évre. Így hallgassuk most meg 2021 igéjét Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 36. versben. Jézus Krisztus mondja, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap után, január 3-án vasárnap felvételről is és személyes találkozással is lesz Isten tiszteletünk. Felvételről 9:15-kor az Orosházi Városi Televízióban láthatják a testvérek a teljes, tehát énekekkel együtt látható Isten tiszteletünket. Valamint később pedig az Oroskafi oldalán és YouTube csatornáján lesz elérhető a felvétel. Személyesen pedig január 3-án 10 órától várjuk a testvéreket ide a templomba, a már megszokott rövidített éneklés nélküli Isten tiszteletünkre. Isten tiszteletünk énekei a következők lesznek. Kezdő énekként a 178-as éneket énekeljük. A liturgiát az egyes számú rend szerint énekeljük. Az ige hirdetésre készülve a 183-as énekünket énekeljük. Majd pedig az Isten tisztelet zárásaként a 181-es számú énekünket. Kezdjük meg tehát Isten tiszteletünket a 178-as számú énekünkkel. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mély felséges a Te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram Istenem, vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a Te irgalmad. Töröld el vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, Te soha nem változol, de kegyelmed megújul napról napra. Az új esztendőben is vezess minket szent lelkeddel, hogy megálljunk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk új év napjára az oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk a Galata levél 3. fejezetének 23. versétől a 29. verséig a következőképpen. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Válaszul a most hallott igére, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk új év napjára az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 24-től a 27. versig a következőképpen.
Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Talán mindannyian úgy vagyunk most új év napján, és tulajdonképpen minden egyes év első napján, hogy belegondolunk abba, vajon mit fog hozni számunkra az új esztendő. Figyelembe véve a 2020-as esztendő történéseit, talán most sokakat ambivalens érzések kerítik a hatalmukba. Talán gyors enyhülést várunk ezekből a negatív történésekből, de talán az is eszünkbe jut, hogy vajon hozzá kell-e most már szoknunk ehhez a helyzethez, a maszkviseléshez, a korlátozásokhoz, ehhez az alapjaiban megváltozott élethelyzethez. Új év napján természetes kérdés, hogy mit hoz a jövő, most azonban az is hozzáadódik, hogy fog-e hamar valami pozitívat is hozni. Most talán még inkább sok jót kívánunk egymásnak az előttünk álló esztendőre. De vajon mit kíván nekünk az Urunk? Ige szakaszunk igen világos, egyértelmű választ ad, záport, árvizet, szélvihart, földrengést, áradatot, amely zúgva töri át a gátat, és mindent elsöpör. Meglepő kívánság új évkor, hát még meglepő egy ilyen év után ebbe újra belegondolnunk. Ami biztos az az, hogy mindannyiunk életén végig söpör a vihar. Kinek erősebben, kinek kevésbé erősen, de mindenképpen annyira erősen, hogyha nincs alatta szilárd alap, akkor összedől a házunk. Ebben teljesen egyformák vagyunk. Igényben a két személy, mondhatjuk, hogy egyforma házakat építettek, kívülről szinte megkülönböztethetetlenek lehettek ezek a külső szemlélők számára. Valami mégsem volt egyforma, és az a felszín alatt lapult. Ahogy körülnézünk magunk között a gyülekezetben, az egyházban, de akár még a világban is, nem tudhatjuk, hogy kiben lapul az Isten igéje, ki az, aki valóban hívő, aki valóban Jézushoz tért ember. Ez csak az Úr tudja. Ezért hívjuk például az egyház szervezeteket látható egyháznak, Krisztus testét, a valódi hívők közösségét pedig a láthatatlan egyháznak. Számunkra láthatatlan egyháznak. Minden gyülekezetben vannak homokra építők és kősziklára építők. Ha ránézünk a házakra, nem tudjuk megmondani a különbséget. Egy valami nyilvánítja ki a különbséget, ez pedig az érkező vihar. A ház aztán vagy kiállja a vihar próbáját, vagy pedig összedől. A legfontosabb, ami látszik ebből a példázatból, hogy a vihar akkor is jön, ha a ház sziklára épült. Jézus követése nem tünteti el a viharokat, hanem megvéd tőlük. Nem arról szól a példázat, hogyan építjünk olyan helyre, ahol nincsenek viharok, vagy hogyan kerüljük el ezeket a viharokat, mert nincsenek viharmentes zónák. Ahogyan ezek a házak, úgy hitünket is próbára teszi az Isten. Ne felejtsük, hogy az a hit, ami nem tesztelhető, az tulajdonképpen az a hit, ami nem is megbízható. És az is nagyon fontos, hogy nem meleg napsütéssel, hanem viharokkal teszteli az Úr a hitünket. Ha a mérnökök épületeiket felkészítik az áradat elviselésére, akkor hogyan lehetséges, hogy mi keresztények nem készítjük fel lelkünket hasonló viharok, árhullámok, földrengések átvészelésére? Holott igen egyszerű ezt a lelki biztonságot elérni. Csupán arra van szükség, hogy helyesen viszonyuljunk Jézus szavaihoz, helyesen viszonyuljunk az evangéliumhoz. Vannak olyanok,
akik teljességgel a saját kezükben akarják tudni az életüket, az életük minden egyes mozzanatát, mint egy önmagukra építve azt. Olyan ez, mint egy bizonytalan talaj, mint a homokos talaj, ami laza, így az árvíz kimossa a házunk alól. Karriert építenek sokan, barátokat szereznek, akiktől aztán el is várnak valamit, mint egy megnyerve őket maguknak. Beleférkőznek mások életébe, talán tudattalanul is, hogy ha rosszabbra fordulna a sorsuk, legyen kihez fordulni. Mint a hamis sáfár Jézus egyik példázatában. Ismerjük jól a sztereotípiát is. Az a diák, aki évelején jól teljesít, és ezért tanárai elkönyvelik jó tanulónak, később már bátran lazíthat, úgyis mindig megkapja a jobb jegyet. A házépítésnél is igen magával ragadó, hogyha minél előbb látják a járókelők, miképp emelkednek magasba a falak. Kívülről nem látszik, hogy a ház, ez a ház már épültekor omladozik, hiszen csak kívülről szép, de a hatás gyors elérésére törekedve senki nem törődött a belső statikával. 1174-ben egy olasz építész, Bonanno Pisano, elkezdett dolgozni egy olyan terven, amit ma majdnem 850 évvel később sok turista szórakoztatására mutogatnak. Egy különálló harangtorony tervezésébe kezdett Píza városának katedrálisa mellett. A torony az akkori építészet remeke lett volna a maga 8 emeletével és körülbelül 56 méteres magasságával. Azonban a nagyszabású projektbe egy kis hiba csúszott. Az építők felfedezték, hogy a talaj, amire építeniük kellett, sokkal puhább, mint amire számítottak. Az alap pedig sokkal keskenyebb lett, mint amire szükség lett volna ahhoz, hogy az épület szilárdon álljon. Az épület aztán elkezdett épülni, de ezzel együtt, ezzel egy időben elkezdett egyre inkább eldőlni is. Teljes felépülése egészen 176 évbe tellett, de ez alatt az idő alatt sok mindent megpróbáltak az építők, hogy újra egyenesen álljon ez a torony. Az alapot is megpróbálták igazítani, a felső emeleteket egyenesebbre építeni, hogy legalább egyenesnek nézzen ki, de semmi nem használt. A torony ferde maradt, 850 évvel később is áll, de most is vannak vele problémák. Turisták védelme miatt körülbelül 30 centiméterrel aztán egyenesebbre hozták, de persze még így is ferde maradt. Sokáig zárva is volt előttük, míg ezt a korrekciót megcsinálták. De mi volt az, ami az eredeti problémát okozta? Rossz tervek, rossz kivitelezés vagy rossz alapanyag? A probléma az volt, hogy a torony alapja nem volt megfelelő az építkezéshez. Píza városa ugyanis homokos talajra épült, nem volt elég stabil ahhoz, hogy egy ekkora épületet megtartson. A probléma tehát egészen mélyen az alapoknál gyökerezett. Van azonban az építkezésnek egy másik módja is. Igaz, ez sokkal fáradtságosabb, költségesebb, bonyolultabb és nem látványos. Hosszú ideig semmi látszata nincs, mert előbb le kell hatolni igen mélyre, hogy az alapot kősziklán kezdhessük homok helyett. Emlékszem, körülbelül 10 évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy a sok homokos területtel rendelkező országokban ma hogyan érik el ugyanazt a hatást, mintha egy erős talajra építkeznének. Gondoljunk csak például arra az érdekes és sok pénzt felölelő projektre, amit Dubajban az Egyesült Arab Emírségek területén hajtottak végre. Mesterséges szigeteket építettek a tengerbe homokból. Majd addig rezgették egy különös szerkezettel a homok szemcséket, amíg kőszikla keménységűvé össze nem álltak. Költséges, fáradtságos és időigényes munka volt ez, de végül megépültek a házak is ezekre a szigetekre. Ilyen kemény munka az is, ha kősziklára akarjuk az életünket építeni. Nem érdemes összecsapott munkát végezni, mert akkor hamar kiderül, hogy valami nincs rendben.
A távol-keleti országokból hallani sokszor olyat, hogy a biztonsági előírásokat nem figyelembe véve épülnek az épületek, aztán, ha szerencséjük van, üresen, de összedőlnek, mert silány munkát végeztek az építők. Ne a látványosságra törekedj hát életed során, akár munkádról, akár emberi kapcsolataidról legyen szó. Két kérdésre kell igazán válaszolnia mindenkinek, mielőtt az előttünk álló évvel szembenéznénk. Nem az a kérdés tehát, hogy mi a fogadalmam erre az évre nézve. Az első kérdés, mit építünk a következő évben? Mindenképpen építünk valamit, csak az a kérdés, hogy mit. Lehet, hogy egy erős házat építek, de az sem mindegy, hogyan. Ezért a második kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy mire építjük ezt az erős házat. Hiszen lehet erős ház, ha nem erős az alapja. Akkor bizony összedől, vagy legalábbis megrongálódik. Aki hallja Jézus beszédeit, és cselekszi is azokat, az hasonlít a bölcs, okos emberhez, aki kősziklára építi házát. Csak annak a háza áll meg a viharok idején is. Így csak annak a háza fog egy egész életen állni, és kiállni a viharokat, aki arról tesz bizonyságot, hogy mélyen az alapjában Krisztus maga áll. Nem egyszerű és fáradtságos munka egy ilyen erős alapra házat építeni. Ezt a fajta alapot a magunk erejéből nem is tudnánk felhasználni. Szükség van hozzá a Szentlélek vezetésére. Így az új év első napján fogadalmainkat félretéve, a jövő évre tekintve kérhetjük a mi mennyei atyánk erejét az építkezéshez. És végül egy valamit biztosra vehetünk. Ha kérjük erejét, meg is fogjuk kapni azt. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, építjük az életünket, ebben segíts bennünket, hogy az alap a te sziklaszilárd igéd legyen. Szent lelked segítsen bennünk ebben, amikor megjönnek a viharok, kiállhassuk majd hitünk próbáját. Amen. Hálával köszönjük meg neked, mennyei atyánk, hogy szent igédben megmutattad az utat, amelyen járnunk kell, hogy földi és lelki békességünk, boldog új esztendünk legyen. Légy velünk az egész új esztendő folyamán, hogy mindig legyen erőnk a jóra. Áldásodért könyörgünk az új esztendő küszöbén egyházunkra, hogy az igét mindig tisztán és igazán hirdesse, és belőle áldást, erőt, világosságot merítsenek gyülekezeteink és minden testvérünk. Legyen áldásod hazánkon, népünkön, vezetőinken, legyen áldásod minden munkánkon, a falvakban és a városokban, a földeken és a gyárakban, a műhelyekben és az irodákban. Légy segítségünkre, Urunk, Istenünk, a világ békéjének védelmezésében és fenntartásában, a népek békés együttéléséért folytatott küzdelmünkben. Távoztasd el tőlünk a viszálykodást, adj közöttünk egyetértést. Légy a betegek, gyászolók, öregek és megfáradtak vigasztalója. Atyai kegyelmed legyen és maradjon velünk az új esztendőben és minden időben. Jézus Krisztus nevéért imádkozunk most te hozzád, akinek a tanítása szerint most együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül fogadjuk az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon te néked békességet.